Köszöntöm a stúdióban Lerchenfeld alpolgármesterét, és mielőtt még valaki azt hinné, hogy mondjuk Ausztriából vagy máshonnan német nyelvterületről érkezett volna Rozgonyi Zoltán úr, azért oszlassuk el ezeket a kételyeket, hogy Lerchenfeld nem egy nyugat-európai kisváros, ugye? Nem, én Zuglót képviselem most itt, amely valóban egy, azt gondolom, kerület, de kerületnyi város, hiszen maga 120 ezres lakosságával egy megyei nagyváros méretével büszkélkedhetünk. És ez a bizonyos név, nem véletlenül hoztam én szóba, annak idején ugye így is hívták, mikor még ott más volt a lakosság, így is hívták Zuglót, de hát aztán Zugló lett, és sok-sok város részből tevődik ez össze. Most hát alsó Rákostól a Városligetig mindent el lehet sorolni, összesen mennyi van? 5 komoly nagyváros része van Zuglónak, és viszonylag fiatal város vagyunk a nagyvárosok tekintetében, hiszen 1935. október 1-én váltunk önálló kerületté, önálló önkormányzattá, tehát 78. születésnapunkat fogjuk idén ünnepelni, de hát például egy 102 éves egyesülettel is büszkélkedhetünk, a BVSC Zuglóval. Úgyhogy van mire büszkének lennünk Zuglóban, szinte valamennyi területén, valamennyi kisebb körzetében Zuglóban, Zuglónak vannak olyan építészeti emlékek, vannak olyan területek, amelyekre nagyon-nagyon büszkék lehetünk. Szinte rekordokat is döntögetünk néhány kérdésben, hiszen például a Városligetről úgy hírlik, hogy legalábbis Európa első közkertjeként jött létre mintegy 200 évvel ezelőtt. Hát nem véletlenül mondják, hogy Zugló Pest tüdeje, hiszen annyi zöldövezet van. Hála Istennek, és ott még sikerült meg is őrizni, és nem kellett kiirtani a fákat. Ez egy másik műsor témája, úgyhogy most hagyjuk a környezetvédelmet. Sportol, alpolgármester úr? Sport az, amely a legkevésbé van jelen az életemben, hiszen a munka, a közéleti feladatok és a család mellett erre jut viszonylag a legkevesebb idő, de azért én nagyon szeretem a sportot, korábban Zuglóban versenyszerűen is sportoltam, és azért, hogyha van idő, akkor azért próbálok tenisszel, vagy éppen labdarúgással, biciklizéssel, vagy egyéb más eszközökkel egy picit javítani az előlétemen, amire azért szükség is van, valljuk be. Na, megmondom ám, hogy miért kérdeztem, mert itt én ezt kinéztem, és akkor azt mondja, hogy rögtön megmondom egész pontosan, mert nem minden kerület lehet erre büszke. Puskás Ferenc stadion, Budapest Sport Aréna, kis stadion, sportcsarnok, műjégpálya, hát a BVSC-ről nem is beszélve. Hát meg a postás, meg egy csomó, és a zuglói sportcentrum. Szóval én azt hiszem, hogy a fővárosnak bármelyik kerülete megirigyelhetné ezügyben önöket, és ezt azért is mondom, mert nyilvánvalóan ezeknek a létesítményeknek a fenntartása, karbantartása, most szakmailag is, meg létesítményileg, meg emberileg is, azért nem két fillér. Jól megy? Igen, ez így van, bár Zuglót egy kettősség jellemzi. Mind a kulturális életben, mind a sportéletben kiváló létesítményekkel büszkélkedhetünk, de ezek jó része nem zuglói kerületi fenntartású intézmény, hanem állami vagy éppen fővárosi intézményekről beszélünk, hiszen a stadionok és intézményei, a sportaréna, azok nem kerületi fenntartású intézmények. A kerületben viszonylag kis sporttelepekkel, viszonylag kis kulturális szinterekkel büszkélkedhetünk, de nagyon büszkék vagyunk rájuk, mert amilyen picik, olyan lelkes és jó gárda irányítja őket, és annyira színes az a zuglói kultúra és sportpaletta, amit tudunk nyújtani Zugló lakosságának. Ugyanakkor nagyon jó, hogy ezek az intézmények a mi területünkön találhatóak. Ezért mondom, mert azért az vonz. Mert van együttműködés, a zuglói közönség nem csak nézőként, hanem aktív sport vagy kulturális résztvevőként is ellátogathat ezekbe az intézményekbe. És maguk az intézményekkel is nagyon jó a kapcsolat, akár a szimacsarnokot említeném, akár tényleg az összes sportlétesítményt, vagy a Városliget és intézményeit, a Liget köztársaságot. Na igen. Itt Persányi Miklós úr vezet, az állatkertnek az igazgatója. Ezek mind-mind olyan intézmények, akikkel nagyon-nagyon jó kapcsolatban vagyunk, és ebből a zuglói gyerekek profitálnak, a zuglói nyugdíjasok, és gyakorlatilag szinte Zugló valamennyi polgára profitál abból a széles spektrum intézményrendszerben, ami megtalálható a kerület területén.
Na most a többi, ha már itt szóba kerültek az intézmények, most nem a sportlétesítményekre gondolok, hanem hát azokra a nagyszerű épületekre, amely világszerte azért csodálkozást vált ki, most nem csak a Széchenyi fürdő, vagy a Stefánia az egész. Ezek a kulturális vagy egyéb intézmények milyen kapcsolatban vannak az önkormányzattal? Ott is ilyen fele-fele helyzet van? Földtani társaság, szóval mondhatnám még. Igen. Itt ez még bonyolultabb helyzetet jelent, hiszen azért ezek kérdezem. Közül néhány magántulajdonban van. Aha. Már néhány kiemelkedő építészeti emléket őrző villánk az magántulajdonban van, de vannak állami és megint csak minisztériumi vagy fővárosi tulajdonban levő ingatlanok. És vannak természetesen zuglói ingatlanok is, amelyekre büszkék vagyunk, hiszen a Liget talán második épülete, az első, Zugló valóban első épülete az a Bethesda kórháznak a jelenlegi csecsemő osztálya, amelyet egy német vendéglős Erzsébet királynéhoz címzett fogadója fémjelzett. Emellett az épület mellett a zuglói önkormányzatnak a Liget közepén volt egy kis háza, ahol egészen két évvel ezelőttig lakók laktak a Városliget közepén. Ez egy érdekes színfoltja volt a Városligetnek, most pedig egy vendéglátóipari létesítmény található benne, akiket arra köteleztünk, hogy az eredeti állapotának megfelelően műemlékvédelmi felügyelősséggel együttműködve újítsák fel ezt az épületet, és legyen ez a kis épület is, amely zuglói fennhatóság alatt áll, ez is méltóképpen szolgálja a Városliget hírnevét. Hát csak úgy, mint amikor lehet csónakázni a Városligeti tavon, de hát ezt most megint csak kicsit későbbre tesszük. De műjég már van, mert emlékszem, hát hosszú-hosszú évekig ott a Városligeti műjégpálya, ami nem véletlenül mondják, hogy Európa legszebb szabadtéri létesítménye. Most már megint megvan, úgyhogy azért azt hiszem, hogy ez nagyon jót tesz Zuglónak. Így van. A kulturális életet, hogyha nézzük, akkor hát igaz, hogy 120 ezer ember él ott, de ebben is, én ismerek sok-sok zuglóit, szakmából is, magánemberként is. Azt mondják, hogy az egyfőre jutó idézőjelben mondva a kulturális rendezvények, események száma, az megint csak elég magas Budapesten. Sok mindenük van, ugye? Igen, erre utaltam, amikor azt mondtam, hogy kicsi az intézményrendszer, kevés ember dolgozik a kultúra megismertetésében, megszeretetésében Zuglóban, de ez egy lelkes kis közösség, és nagyon jó programokat tudunk létrehozni. Arra például büszkék vagyunk, hogy idén a Könyvhét első rendezvénye Zuglóban volt. Jókai Anna írónő fémjelezte ezt a beszélgetést, és Turci István barátunk költőműfordító volt a műsorvezető. Nagyon nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy egyébként a kultúra minden szegmensében legyenek érdekes programok a zuglóiak számára. Úgy a színházak tekintetében, mind a komoly és könnyű zenében azt hiszem, hogy nagyon komoly és jó programokat tudunk nyújtani. És igyekszünk az irodalom, a képzőművészet területén is fejlődni. A lehetőségeink korlátozottak, de valószínűleg ősztől rendelkezésre áll majd egy új kulturális szintér, a zuglói civilház, amely a kisebbségeket és a zuglói civileket is szolgálja, és ahol rendszeresen tudunk majd a zuglói képzőművészeti közösségek számára képzőművészeti kiállításokat szervezni, illetve az ő közreműködésükkel, és azt hiszem, hogy ezáltal teljessé válhat az a kép, ami Zuglóban a kultúrát jellemzi. Ez a civilház mit mondott, mikorra lesz meg? Valamikor ősz folyamán nem merek... A cserepes házasokat kérdeztem csak azért, igen. És mondták, hogy de jó lenne, amíg ebben az évben készen lenne. Szerintem senki nem mer konkrét időpontot manapság mondani, hiszen a kivitelező kezében vagyunk mostantól. Uh-huh. A munka megindul, és reményeink szerint már szeptembertől, de legkésőbb októbertől szolgálhatja majd az zuglóiakat ez az új kis kulturális szintér, ahol elsősorban színházi előadásokra és civil szervezeti programokra, valamint képzőművészeti kiállításokra lehet majd számítani. Jóban vannak a szomszédokkal, a szomszéd önkormányzatokkal? Ezt azért kérdezem, mert úgy tudom, hogy Zuglónak van a legtöbb kerület szomszédja. Igen. Nagyon sok kerülettel szomszédosak vagyunk, de én azt hiszem, hogy mindenkivel jók a kapcsolataink. Igyekszünk tanulni egymás jó gyakorlatából is, és azt hiszem, hogy általában közösen is együtt tudunk fellépni azokban a közösségekben is, amelyek az önkormányzati rendszer érdekeit kell, hogy szolgálják. Sőt, a fővárosra is azt gondolom, hogy
törekszünk, és talán sikerül is egy jó kapcsolatot kialakítani. Nehéz a fővárossal. Ezt többen mondják, igen. Hiszen egy nagyon-nagyon nagy intézmény, és nagyon sok mindennel kell foglalkozzanak, de nagyon sok közös projekten dolgozunk jelen pillanatban is. Közlekedés szervezési kérdésekben, de akár ingatlan kérdésekben is. Vagy például olyan kérdésekben, amelyel például a fővárossal közösen szeretnénk minél több rendőrnek lakást biztosítani Zuglóban. Uh-huh. Azt gondolom, hogy ez is egy érdekes színfon. Ha már szóba hozta az irodalmat és a különféle képzőművészeteket is, tényleg Tolsztoj a kedvence? Igen. A gyermekkorom nagy kedvence volt, és ez máig kitart. Én nagyon szerettem az ő stílusát, gondolkodásmódját, sőt, ezt a tolsztojanizmusnak nevezett eszmerendszert is, amit ő kitalált. Ez egy nagyon szimpatikus dolog, ha belegondolunk, hogy nincs szükség nagy társadalmi változásokra, nincs szükség forradalmakra, mert az emberek öntökéletesítéssel, folyamatos önfejlesztéssel egyre jobbak lesznek. Ezáltal a társadalom is egyre jobb lesz, és minden jobban fog tudni működni. Ugye a probléma abban van, hogy ez az igény nem mindenkiben jelenik meg önmagától. Erre néha szerintem embertársainkat figyelmeztetni kell, hogy legyen meg az igény a saját magával és közösségével szemben, hogy próbáljon egy picit minden nap jobbá válni. Azt mondta, hogy olvastam valahol, hogy a politikai hitvallása önnek valahogy úgy hangzik, hogy úgy kellene mindenkivel beszélni, hogy ne a különbözőségeket, meg az ellentéteket keressük, hanem inkább próbáljuk megtalálni azokat a közös pontokat, ahol együtt tudunk építkezni. Szándékosan nem idéztem, de tartalmilag körülbelül ennyi volt. Ez mostanában nem élünk könnyű időket, ezt mindannyian tudjuk. Sikerül ezt a hitvallást megvalósítani? Mert nem hiszem, hogy minden fehér és fekete. Igen, ez most is nehéz, de mindig is nehéz volt. Én 23 éve kezdtem a politizálást aktívan Zuglóban, és képviselő 15 éve vagyok immáron. Tehát van némi tapasztalatom abban, hogy mit jelent ellenzékinek lenni, mit jelent egy felelős beosztásban is dolgozni, hiszen korábban már dolgozhattam a polgármesterként a kerületért. De mindig is azt szerettem, hogyha akár ellenzékben, akár egy vezető pozícióban, de értékeket hozunk létre. Bizonyos területeken legyen az az irodalom, a sport, vagy éppen a közbiztonság, olyan szakmai műhelyeket segítünk létrejönni, és szerintem igazából ez a mi feladatunk, amelyek után a közösség, a mi szűkenvet közösségünk javára végzik a tevékenységüket, és gyakorlatilag igazából azt gondolom, hogy ez az, ami egy jó része ennek a munkának és a politikai tevékenységnek. Sosem szerettem, bár a szerepekhez hozzátartozik, hogy ellenzékben sokszor támadni kell, harcolni kell. Én ezt a részét kevésbé szeretem, mert hiszek abban, hogy ellenzékként is lehet értelmes dolgokat végrehajtani a többséggel együttműködve. Ez a konstruktív ellenzék, azt szokták mondani. Igen, többségként pedig a többségnek is konstruktívnak kell lennie, és meg kell hallani a kisebbség részéről érkező javaslatokat is, amelyek mondjuk a közösség érdekeit szolgálják. Azt hiszem egyébként, hogy most ebben a ciklusban ez talán sikerül. Nagyon sok kérdésben együtt tudunk működni az ellenzékkel, és nagyon sok kérdésben közösen, egyöntetűen szavazunk olyan kérdésekben, amelyek valóban jók az uglóiak számára. A nézőknek is mondom, hogy alpolgármester úr olyan békés embernek tűnik. Szóval amúgy is olyan? Vagy szokott veszekedni azért időnként most akár kollégákkal, akár valamiféle hivatalos ügyekben, amikor erre jutott eszembe, hogy mondta, hogy akár ellenzékiként, akár hogy azért oda kell tenni. Szóval egészen pontosan kérdezve, konfliktus helyzetek adódnak, és ha igen, akkor hogy oldja meg? Adódnak. Az ember persze, ahogy idősödik, fejlődik is, és ezeket a konfliktus helyzeteket talán egyre jobban tudja kezelni. Korábban nyilván én is élesebben reagáltam bizonyos támadásokra, olyan cselekedetekre, amelyek nyilván rosszul esnek valakinek, hogyha egy adott pozícióban van és támadják. Most már ezeket én azt gondolom, hogy jobban tudjuk kezelni. Ami miatt viszont még most is elvesztem néha a türelmemet, az az, hogyha olyan cselekménnyel találkozom, amely nem jó az adott közösség számára, ami nem jó az adott emberek számára, vagy ha valamiért nem tudunk időben és gyorsan reagálni egy olyan dologra, amire viszont kéne.
Az önkormányzati rendszer az nem arról híres sajnos, hogy nagyon gyorsan és hamar meg tudja oldani a felmerülő problémákat. Nyilván vannak ilyenek is, de sok esetben várni kell, amíg ezt az adott problémát bizottságokon, hivatali eljárásokon, testeti döntéseken keresztül megoldjuk. És sokszor veszítem el a türelmemet, mert szeretném, ha már megoldanánk a problémát, szeretném, ha már az adott polgár megnyugodna abban, hogy az adott ügy, amely őt nyilván nagyon fontosan és alaposan érinti, az megoldódik. Ilyenkor azért néha szoktam veszekedni a kollégáimmal is, meg olyan politikus társaimmal is, akikben úgy érzem, hogy nincsen esetleg elegendő alázat a közösség képviselete iránt. Amikor a kerületi lakosok elmennek az önkormányzathoz, képviselőkhöz, fogadóórákra, stb., akkor gondolom az esetek többségében, mert ez máshol is így van, nem csak Zuglóban, problémáikkal fordulnak nyilván ahhoz az emberhez, akitől a megoldást várják. Most minden nagyon szép, minden nagyon jó, ahogy szokták mondani, de az emberek mivel mennek az önkormányzathoz? Mi az, ami nem tetszik Zuglóban? Ez mindig változik. Mielőtt elkezdtük volna ebben a ciklusban, 2010-ben a munkát, az embereket leginkább a közbiztonság aggasztotta. A közbiztonság volt az a téma, amit szinte mindenki említett, és amelyet szinte mindenki elégedetlen volt. Úgyhogy ezzel is kezdtük a munkát, ez volt a legfontosabb feladatunk, hogy megpróbáljunk a zuglói közterületeken rendet tenni, és azt a jogos igényt, amely egyébként az emberekben megvan, hogy szeretnének biztonságos és nyugodt lakókörnyezetben élni, mint egyébként az Európai Városi Kárta is biztosítana számukra. Igen. Ezt a jogos igényt mi ki is tudjuk elégíteni. Nagyon nehéz persze ezt is megtenni, hiszen a rendőrség irányítása nem tartozik az önkormányzat feladatkörébe és hatáskörébe, de a rendőrséggel együttműködve a saját területünkön minden lehetséges fejlesztést elvégezve, azért szépen lépésről lépésre előre tudtunk ebben de a kérdésben lépni. Dehogy önkéntesekkel, vagy pedig az önkormányzat által jóváhagyott szervezettel, vagy kikkel? Szóval miután a rendőrség nem oda tartozik, nem az önkormányzathoz, akkor kik járőröznek éjszaka, hogy ne törjék fel az autót? Hát lakossági segítség van? Van lakossági segítség is. Én büszke vagyok arra, hogy az egyik legrégebbi és az egyik legjobban működő polgárőrség az megint mondani, csak zuglói, hiszen 1989 óta létezik Zuglóban polgárőrség, 90 óta hivatalosan bejegyzett egyesületként, amely mára már önálló a polgárőr egyesület mellett tűzoltósági feladatokat is ellát tűzoltó egyesületként. És nagyon nagy segítséget jelentenek nekünk a mindennapokban, hiszen kiegészítik a járőröző rendőröknek a munkáját, csak úgy, mint az önkormányzat által létrehozott és fenntartott kerületőrök, akik pedig általában napközben, amikor a civil munkát végző polgárőrök dolgoznak, megint csak hátteret biztosítanak a rendőrök tevékenységéhez, közterületfelügyelők tevékenységéhez, valamint a jelző rendszerként is működnek, hiszen minden általuk észlelt problémás dolgot jelentenek az önkormányzat számára. Nekünk már csak annyi a dolgunk, hogy ezeket megpróbáljuk megoldani. De az igazság, hogy az elmúlt időszakban nagyon nagy előrelépés történt. Ez akkor azt jelenti, hogy 2010 óta így ez fölfelé? Már a javulást értem. Már 2003 körül volt egy paradigmaváltás az önkormányzatnál, amikor átgondoltuk a támogatási rendszerünket, hiszen a rendőrséget is érdekelték kell tenni a közös együttműködésben. Akkor egy nagyon jó közbiztonsági koncepciót alakítottunk ki, amit most felfrissítettünk, és egy valóban európai szintű koncepciót sikerült kialakítanunk, amely követi az eseményeket, amelyben megvannak azok a szereplők, azok a szakmai és politikai szereplők, akiknek a közös munkája teremtheti meg a hatékony fellépésnek a lehetőségét. Nagyon sok bűncselekmény történik Budapesten, egy akkora nagyvárosban, mint Zugló, ez ugyanúgy jellemző, sajnos, de az időseket és a fiatalokat talán leginkább és legrosszabbul érintő erőszakos bűncselekmények esetében sikerült előrébb lépnünk. Nagyon sok rablás volt korábban a kerületben, ezek számát azért sikerült csökkenteni. Értem. Ez lehet a cél számunkra, hogy ha teljesen megszüntetni nem is tudjuk a bűncselekményeket, legalább az erőszakos jellegű rablásos bűncselekményeket próbáljuk meg, ha lehet teljesen megszüntetni,
hiszen ez érinti talán legrosszabbul az áldozatokat. Arra is büszke vagyok, és ide tartozó dolog, hogy ha nem lenne egy ilyen jól működő és jól együttműködő rendszer, polgárőrök, kerületőrök, rendőrök, önkormányzat, akkor nem tudtunk volna sikerrel pályázni egy olyan uniós pályázaton, amely keretében 75 millió forintot nyertünk áldozatvédelmi programokra. Fontos, így van. Egy jó szó Zuglóban címmel fut ez a program, amely egyrészt az intézményeinkben dolgozók számára nyújt felvilágosítást abban, hogy hogyan kezeljék azokat az eseteket, amelyeknél sérültekkel, illetőleg áldozatokkal találkoznak, valamint a széles körben a lakosság különféle csoportjai számára tartunk előadásokat, képzéseket annak érdekében, hogy ne váljanak áldozattá. Ez nagyon-nagyon-nagyon fontos, és a szubjektív biztonságérzet erősítését jelenti. Amúgykor kint voltam a Városligetben, ott a cirkusz mellett, volt egy csomó külföldi, ott állt két nagyon kedves fiatal rendőr, és oda mentek hozzá, és megkérdezték, hogy nem angolul, szóval azt hiszem hollandok voltak, ami érthető, mondjuk hollandul nem nagyon tudnak az emberek, hogy hol van, valamit kérdeztek, talán éppen a Széchenyi fürdőt. Na most a két nagyon szimpatikus rendőr semmilyen nyelven nem tudott. Ezt azért hozom szóba, mert nyilván nem mindenki van így, de figyelnek például arra, mint ahogy most a Belvárost hozom jó példának azért, mert az árvíz idején ott nagyon-nagyon sok külföldi megfordul, és még angol nyelvű tájékoztatás is volt az árvízről. Szóval például figyelnek arra, mert nagyon-nagyon sok külföldi és turista van ott is, Zuglóban. Így van, ezek jó része nyilván a Városligetre és környékére koncentrálódik, és az ott szolgáltató teljesítő rendőröknél szerencsés lenne, hogyha valamilyen nyelvet beszélnének. Én úgy tudom, hogy a rendőrség is folytat ilyen jellegű képzéseket, és az önkormányzat és a fővárosi önkormányzattal együttműködve szeretné, és a Liget köztársasággal együttműködve szeretné, hogyha az elegáns Liget koncepció megvalósulna, amely nem csak a Liget elegáns fejlesztését, vagy a családok és a külföldiek számára történő fenntartását jelenteni, és egy olyan irányba történő elmozdulást, amely egy kicsit emeli a színvonalát és a nívóját az ott folyó eseményeknek, hanem azt is jelenti, hogy adott esetben az ehhez szükséges infrastruktúrát is létrehozzuk, és a személyi körülményeket is megteremtsük. Tehát kellő információs pulttal, kellő információs anyaggal rendelkezhessünk annak érdekében, hogy a külföldiek valóban tudják élvezni azokat a csodálatos látványosságokat, amelyek egyébként a Városligetet szerintem világon egyedülállóvá teszik. Készül egyébként, és megint csak helyi kezdeményezésként az ottani Liget köztársaság vállalkozó és nem vállalkozó tagjai együttes közreműködésével egy olyan kulturális térkép, amely bemutatná a külföldieknek és a magyaroknak egyaránt, hogy mi az a gazdag építészeti kincs, melyek azok a programok, melyek azok az intézmények, amelyek kínálatát megtalálhatják a Városligetben. Én azt gondolom, hogy ez is egy olyan fontos dolog, amit nekünk támogatnunk kell, és támogatjuk is. A kerület és Zugló nagyon-nagyon sok szülöttjére büszke lehet, szóval most a sorolatnám itt Deák Ferenctől kezdve József Attilán át Karinti Frigyesig nagyon sokat, Asbóth Oszkárt is, de csak azért mondom, hogy nem ő találta fel a helikoptert, ez már kiderült, de részt vett benne, csak örök vita. Vagy hát éppen Puskás Ferenc, vagy most, hogy a legfiatalabbakat mondjam, Talmácsi Gábor, nemrégiben szenvedett sajnos balesetet az egyik futamon, de ezt a fajta örökséget valamiféleképpen ápolják, vagy próbálják megőrizni? Most azért mondom, mert nyilvánvalóan nem minden zuglói tudja, hogy József Attila mikor mit csinált Zuglóban, vagy említhetném a többieket is. Van valami ilyesmi? Igen, hát ez is egy, azt gondolom, hogy nagyon széles körű feladat. Egyrésztről a helyi közösség kiemelkedő tagjait azt mi szeretnénk elismerni, és szeretnénk, hogyha őket meg tudnánk ismertetni a zuglói közönséggel is. Tehát például kulturális programok vannak, akkor előszeretettel szeretnénk abból válogatni, abból a lehetőségből, ami zuglói, és a zuglói művészeket szoktuk felkérni elsősorban közreműködésre. Tehát az állampolgársági esküknél mondjuk Körtvélyesi Zsolt vagy Baranyi Laci bácsi mondják a verseket, akik a kerületben élnek, és a kerületi közösségünk kiemelkedő tagjai, de mondhatnám éppen Müller Péter írót, vagy Berec András mesemondót, Bánfalvi Ágit, vagy Garaba Imre labdarúgót, most itt hirtelen ők jutottak az eszembe. Nagyon-nagyon sokan vannak zenészek, színészek, művészek, irodalmárok, akik Zuglóban élnek és alkotnak, büszkék vagyunk rájuk, és hogyha megismertetjük az ő tevékenységüket, életüket,
a zuglói közönséggel, akkor azt a zuglói érzést azt hiszem erősíteni tudjuk. Az egészséges lokálpatriotizmus. Így van, ez azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos. Úgyhogy ez egy kiemelt jelentőségi feladat számunkra, hogy ezt valamilyen módon sikerüljön ápolnunk és megőriznünk. Hát a polgármester úr, itt a vége van, még egy fél percünk, úgyhogy azt használjuk ki nagyon tartalmasan. A családra mennyi ideje van? A család szerint nagyon kevés, én azért igyekszem persze beosztani úgy a napomat és a teendőimet, hogy azért jusson, hiszen a nagylányom már kirepült a családi fészekből és önálló életet él, de azért ő is igényli velem való találkozást. A kisebbik gyermekem, a kisfiam viszont 9 éves, és hát ő most fedezi fel a világot, és ennek felfedezésén én is szeretnék ott lenni. Úgyhogy a sok munka mellett azért igyekszem rájuk is időt és energiát fordítani. És itt az energiám van a legnagyobb hangsúly, hiszen egy ekkora kerület ügyes-bajos dolgaival foglalkozni eléggé megterhelő. Viszont az mindenképpen erőt ad, hogy jó dolgokat tudunk csinálni hitem szerint az embereknek. Zugló fejlődik, nagyon sok területen előre léptünk. Említett, hogy mi foglalkoztatja az embereket. Az már siker, hogy a közbiztonság már lekerült a legjobban embereket foglalkoztató kérdések közül, és most már a közterületek rendje, állapota, tisztaság az, amely talán legjobban zavarja az embereket, és amelyben megint csak előre kell lépnünk. És az idei költségvetés, amely nagyon szigorú és nehéz, mint ahogy mindenütt, azért lehetőséget biztosít arra, hogy jelentős fejlesztéseket hajtsunk végre Zuglóban. Erről is szívesen majd beszámolunk a nagy közönség számára, és hiszen ezekre is nagyon-nagyon büszkék vagyunk. Hát így van, meg nekünk is. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljött, jöjjön máskor is, mert van még mindenféleképpen sok mindenről beszélni, sok sikert Zuglónak, önnek is személy szerint is, és azért a családra egy picit, néhány perccel több idő, hogyha futná, hetenként vagy havonta az is jó lenne. Köszönöm még egyszer. Köszönöm szépen a figyelmet. Viszontlátásra, viszonthallásra. We'll be right back.